Köszöntöm nézőinket! A Metamorfózis mai adásának főszereplője Renáta, a 33 esztendős matematika tanárnő, aki azon túl, hogy megújulásra vágyott, lelkiekben is szeretett volna megerősödni. Most nézzék meg Renáta csodálatos átalakulását. Jó szórakozást kívánok! Ő Renáta. Mindig kedves, segítőkész és nyitott. Az élete azonban néhány éve fordulóponthoz érkezett. Úgy érezte, a folytatáshoz új fejezetet kell nyitnia. Változtatni szeretett volna, s ennek érdekében áldozatokat hozni sem félt. Így lett Reni, a Metamorfózis egyik szerencsés kiválasztottja. Piticsi Renátának hívnak, 33 éves vagyok, Mátészalkáról érkeztem, egy gimnáziumban tanítok matematikát, 3 éve elváltam, ami miatt jelentkeztem a műsorban, tehát az az oka, hogy egy külső-belső átalakuláson szeretnék részt venni, és kíváncsi vagyok, hogy egy profi csapat mit tud belőlem kihozni. A másik ok, amiért jelentkeztem, hogy éppen a legnehezebb időszakomban találkoztam az egyik kedves ismerősömmel, aki éppen részt vett ezen a programon, és beszélgettem vele erről, és nagyon-nagyon sok pozitív dolgot mondott el magáról, illetve a csapatról is, és akkor eldöntöttem, hogy ha lehetőségem nyílik erre, akkor biztos, hogy én is jelentkezni fogok, és hát itt vagyok. Július 6-a. A mérleg 82 kg mutat. Ugyanaz a mérleg október 6-án. A tudatos életmódváltásnak köszönhetően 3 hónap alatt az eredmény 6 kg mínusz. Rólam, hogy én régen nagyon-nagyon ritkán jártam el tornázni, de amióta megismertem Andit, azóta ez megváltozott. Heti 3-szor találkoztam Andival, először minden gépet megmutatott nekem, hogy hogy működik és mire tudom majd használni. Aztán már konkrétan feladatokat csináltunk meg, ami elsősorban a hasamra és a felső testemre fókuszált, és ezután is szeretném folytatni az edzéseket. Nagyon tetszik az edzőterem, úgyhogy biztos, hogy vissza fogok ide járni. Ilyen, amikor a hangok segítségével fedezzük fel női valónkat. Köteles Gyula hangterapeuta közreműködésével Renáta több ízben is részese lehetett a hangfürdőzés nem csak kellemesen ellazító, de benső kérdéseinkre is választ adó élményének. A Gyulával folytatott beszélgetések pedig hozzásegítették önmaga még alaposabb megismeréséhez. Kaptok ebben a sorozatban, az átváltozásban a mai kor lehetőségeiből is bőven. Lehet megfelelési dolgokat csinálni úgy, ahogy itt az első képen van, hogy most akkor legyetek soványak, kövérek, erősek, még erősebbek, ilyen arcot mutatni, amolyan arcot mutatni, mindent lehet. Egy dolgot nem szabad elfelejteni, az, hogy ki van mögötte, ki az, aki ott belül van, ki az az én. És itt meg semmi másról nem próbálunk beszélni, hogy azt az ént találjuk meg, amögött az állarc mögött, amit ránk raktak, és próbáljuk meg megkeresni, hát ha eljutunk oda hozzá.
A Gyulával való találkozásaim két részből álltak. Egy úgyfajta beszélgetés volt az első rész, ahol a nőiességről és a női lét megéléséről beszélgettünk. Hát kezdetben furcsának találtam, hogy egy férfival kell ilyen dolgokról beszélnem, és izgatottan vártam, hogy mit is fog tudni nekem mondani ezzel kapcsolatban. Aztán mára már hitelesebbnek tartom, és jobban elfogadom, ugyanis szerintem mi nők gyakran túl komplikálunk, illetve túl dramatizálunk dolgokat. A második rész az maga a hangfürdőzés volt, ahol a beszélgetések során kialakult érzéseinket mélyítették el a hangok, illetve a rezgések. Gyula személyisége, illetve a hangfürdőzés, tehát a hangok és a rezgések hihetetlen nyugalmat adnak számomra, és ezt szavakkal nem is tudom megfogalmazni, mert nem is lehet szerintem egy olyan ember számára, aki ezt legalább egyszer nem éli át. Renáta bár fiatal, elégedetlen volt arcbőrével és kialakuló ráncaival. Problémáira a megoldást dr. Semsey Mária rendelőjében találtuk meg. Amikor beválogattunk, akkor te a haragos ráncotra panaszkodtál, de mi hozzáfűztük azt, hogy az ajkadat is fel fogjuk tölteni, ez nem a te döntésed volt, hanem a miénk, nem, hogy meglátod, hogy milyen jó lesz. Azért javasoltam, mert az arc harmóniája szempontjából nagyon fontos, hogy arányban legyen a szemmérete az ajak méretével. Neked óriási nagy szemeid vannak, nagy kisugárzásod van, az ajkad arányában picit kisebb, úgyhogy ezért, hogyha feltöltjük, akkor még mindig nagyon harmonikus lesz. Ez egy női jellegzetesség, egy női marker, egy úgynevezett női hormonhoz kötött marker, a dúsajak, ami üzeni a másik nemnek, hogy termékeny vagyok, jó párod leszek. Hialuronsavval foglak feltölteni. Sokan megkérdezik, hogy miért pont ezzel. Nagyon sokféle töltőanyag van, ami volumenpótló, de ez az egyetlen, ami természetesen is benne van a szervezetünkben. A tiszta hialuronsav az kiürült teljes mértékben, ideális esetben sokáig benne van, tehát tartós, de nem végleges implantátum, folyékony implantátum. Különböző tartóságúak vannak, attól függően, hogy milyen mélyen szúrjuk a szövetekbe. Az ajakban speciális van, ami egy külön kategória, mert az ajak az egy nagyon érdús, nagyon érzékeny szövet. Aztán, hogyha mélyebb szövetekbe szúrunk, mint például be a csontig, például ebben a redőben, ebben a nazolabiális redőben, oda egy nagyobb molekula súlyot, egy durvábbat, egy erősebbet szoktunk, az tovább tart, több mint egy évig. Az ajakban egyébként körülbelül egy évig tart. Aztán olyanok is vannak, amivel plasztikázni lehet, hogyha valakinek nincsen valamilyen vonása, mondjuk nem elég erős az állkapcsa egy férfinek például, akkor egész a csontig hatoló 2-3-5 évig is tartó anyagot is behelyeznek, és az olyan, mintha egy plusz szövet lenne ott. És Ezzel lehet megváltoztatni a vonásokat, például a férfiaknál, férfi vonás az, hogy nagyon erős állkapocs, a nőknél például a nagyon széles járomcsont, vagy előre álló áll, neked nagyon szép állad van. Renáta évek óta nem volt szemvizsgálaton, s mivel szemünk világa az egyik legnagyobb értékünk, elvittem a metamorfózis optikusához, Németh Kovács Rékához, aki egy rövid vizsgálat után megállapította, hogy Renátának bizony szemüvegre lenne szüksége.
Végre elérkezett az idő, hogy átnézem Renáta ruhatárát is. Előtte azonban egy ízletes tea mellett feltérképeztem Renáta öltözködéshez és saját testéhez fűződő viszonyát. Renáta a legtöbb nőhöz hasonlóan nagyon szeret vásárolni. A ruha választással kapcsolatban azonban gyakran bizonytalan, ennek oka elsősorban a testalkata, valamint a magassága. Mivel igen elfoglalt, ezért arra kért, hogy este látogassam meg őt, úgyhogy most itt vagyok és megnézem, hogy mit rejt a ruhás szekrénye. Közösen a ruháidat, és hát megmutattad nekem, mit viselsz szívesen, illetve melyek azok ezek közül, amelyeket annyira nem. Én még most eddig nem dobtam ki semmit, most viszont ez következik, ugyanis ezek között a ruhák között sajnos igen sok van, amelyiket a jövőben nem nagyon viselheted, ugyanis a testalkatodhoz egyáltalán nem igazodik. Engem nagyon kíváncsivá tett itt ez a kis szörmés mellényke. Szerintem sejted, mi vele a bajom. Konkrétan az, hogy pontosan arra erősít rá, ami az egész testalkatodban a leghangsúlyosabb, az pedig a vállad. Azért fogom kidobni, mert ezzel a szörmével még jobban felerősíted ezt a testrészedet. Jó? Nézzük, mi van alatta. Ez egy kellemes felső, és nem válunk meg tőle, ugyanis ez a kis alsó dekorációs csík, ez szépen egyensúlyt teremt a felső tested és az alsó tested között, ugyanis ha jól látom, akkor ez itt pont a csípődet erősíti meg, és a felsőnek egy V kivágása van, amely szinte a legtöbb női testalkatnak ideális, és esetedben is nagyon jó. Úgyhogy ez marad. A szörmihez hasonlóan a kötött ugyanúgy száműzendő a ruhatáradból, pont azért, mert erősít mindenhol. És neked nagyon oda kell figyelni a vállaidra, illetve a felső testedre. Ez is megy. A finom anyagból, úgynevezett kesztyűbőrből készült bőrkabát, bőrdzseké, a te testalkatodnál nagyon előnyös választás lehet. És amikor ilyet viselsz, akkor legyen ez egy kicsit vagány, modern, akár egy motoros fazon is, ugyanis nagyon magas vagy. És megengedhetsz magadnak ilyen darabokat, csak arra figyelj, hogy nagyon puha bőr legyen. Mert az is annak ellenére, hogy a bőr általában egy ilyen merev, kicsit maszkulin hatást kelt, annak ellenére, ha lágy, finom, akkor mégis van benne egy kis nőiesség. A pöttyöst mindig szeretem. A pöttyös az egy igazi klasszikus minta. Szerintem minden nőnek kötelező lenne a ruhás szekrényébe, de a te esetedben nem ebben a fazonban. A V-kivágás, az átlapulós megoldás, az nagyon jó. Viszont amikor színben, fazonban, mintában osztod a testedet, akkor arra kell figyelned, hogy a felső tested mindig egyszerű legyen, egyszínű, illetve ha mintásat is viselsz, akkor az anyagában legyen mintás, nyomott mintás legyen. Semmiféleképpen nem lehet harsány. Viszont a csípő tájékán ott jöhet a pötty, a virágminta, minden, ami hangsúlyos. Úgyhogy ezt ezért fogom kidobni, mert ez pont ott nem hangsúlyos, ahol kellene, és pont ott erősít, ahol meg nem lenne szabad.
you gonna make me put this mic down and come get you. You ready? Renátának Y-test alkata van. Ez azt jelenti, hogy a felső teste és elsősorban a vállai sokkal szélesebbek, mint teréktől lefele a csípője. A csípője ugyanis szinte már kislányos. A mai napon olyan öltözékeket fogok neki választani, amelyek egyensúlyba hozzák a test felső, illetve alsó részét. Azért választottam ezt az összeállítást, mert abszolút megtestesíti azt, amelyet az Y testalkatnak én javaslok. Ugyanis a tested alsó részén egy picit erősít, egyensúlyba próbálja hozni a tested alsó és felső részét, ugyanis ezt megbeszéltük már korábban, hogy a vállaid egy kicsivel szélesebbek, mint a csípőd. A minta erre tökéletesen alkalmas, illetve az a kis sötét sávrész, amely a blúzon található. Mivel nagyon magas vagy, ezért megengedhetsz magadnak akár nagy mintájú ruhákat is, kizárólag deréktől lefelé. A tested felső régiójában azonban csak egyszínű ruhákat javaslok, hogyha azonban mégis ragaszkodsz akár egy ilyen teljesen mintás ruhához, akkor apró, pici mintákat válasz, illetőleg anyagában mintás, nyomott mintás ruhadarabokat. Ehhez a ruhához éppen ezért egy teljesen egyszínű blézert javaslok. Az egybeszabott ruha szinte valamennyi testalkaton jól mutat, de elsősorban az alacsonyabb testalkatú hölgyeknek szoktuk javasolni. Éppen azért, mert megnyújtja a testet. 180 cm fölött, mint amilyen te is vagy, René, óvatosan kell vele bánni, hiszen ami már magas, arra nem kell ráerősíteni. Ugyanakkor, ha mégis egy egybeszabott ruha mellett döntesz, akkor érdemes megtörni valamivel, vagy egy sállal, vagy egy övvel, vagy valamilyen hangsúlyos, de hosszú ékszerrel, mondjuk egy nyaklánccal. De amit én igazán javaslok, az egy mellény.
amivel pedagógus vagy, én nagyon szívesen mutatnék neked néhány nagyon kényelmes, de amellett fiatalos modellt. És ennek függönyében választanám magadnak. Indulhatunk is. When you wake up there'll be no sound, no one left to kiss when you turn around. I leave my heartbreak in the dark cold of your bed with every tear I shed. A jó megjelenés nem nélkülözheti az ápolt kezeket és körmöket sem. Éppen ezért elvittem Renátát a város egyik legjobb manikűröséhez. Pár szót azért beszéljünk a köröm meg a bőrrágásról, mivel hát ez egy nagyon-nagyon rossz ilyen pótselekvés. Egyrészt hát nem csak azért, mert esztétikailag nem szép a köröm utána, hanem sokan nem tudják, hogy ez a köröm eldeformálódásához vezethet. Tapasztalataim alapján nagyon sok vendégnél bevált ez a módszer, hogy a műkörömépítés után nem rágták a körmüket, tehát leszoktak erről a nagyon rossz szokásról, mivel egyrészt tehát sajnálták a szép körmüket tönkretenni, másrészt majd te is meg fogod látni, hogy ezt az idegen anyagot nem könnyű rágni. Úgyhogy egy hónap múlva megnézzünk, és reméljük, hogy nálad is beválik ez a módszer. Jól nézd meg magad, mert egyszer a frizurával most látod magad utoljára. És kezdődhet az átváltozás. Reninek egy nagyon jó hajat találtam ki. Úgy gondoltam, hogy nagyon egyenes szálú a haja, könnyen zsírosodik, lelapul a fejére, amiket ő említette a válogatás során is. És úgy gondoltam, hogy neki nagyon jól áll, mivel nagyon magas lány, egy kicsit hullámos, attraktívabb haj, ami volument ad az egyéniségének. És nagyon gondolkoztam elsősorban abban, hogy egy tartós hullámosítást készítek neki. Mivel hogy manapság mindenki egyenes hajat csináltat magának, hogy egyenesíti, illetve tartós egyenesítést vállal be inkább, és nagyon kevés a romantikus hajú nő, akinek hullámos, lágyesésű a haja, és ez jól is áll neki, de úgy gondoltam, hogy elsőnek satírra dobjuk fel a haját, és majd hullámosra be fogom szárítani, vagy sütni, vagy berakni. Ezt majd még el fogom dönteni, hogy hogyan fog elkészülni. És ha ez nagyon megtetszik neki, akkor utána bevállalható egy nagyon laza, nagy csavaróval 5-6-8 hónapra tartós hullámot készíteni neki. Look at
Ezek pedig már valóban az utolsó simítások, emőkes sminkje még elbűvölőbbé tette Renáta megjelenését. Child now, 'cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go, the rain is falling on my window pane, but we are high safer place, undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. This Reni, három hónap után elérkezett az idő, hogy megnézd a közös munkánk eredményét. Hogy érzed magad? Mit vársz a tükörképettől? Nagyon izgulok, és remélem meg leszek magammal elégedve. Akkor nézd meg magad. Jó. Nagyon jó, tetszik. Most nem találok szavakat tényleg, olyan, mintha nem is én lennék közelem. No, hajam is nagyon jó, úgyhogy ezért puszit küldök Szabinak, emőkének is. És a nadrág is, hát ilyet soha nem próbáltam volna fel magamtól. Nagyon jó. Nagyon jó. Tényleg olyan, mint a nem is. Nagyon jó. I've been asleep for a while now. You tuck me in just like a child now. 'Cause every time you hold me in your arms, I'm comfortable enough to feel your warmth. It starts in my soul and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. 'Cause you make me smile, baby. Just take your time now, holding me tight. Kedves nézőink, én bízom benne, hogy tetszett Renáta átalakulása. Találkozunk egy hónap múlva, akkor ismételten részesei lehetnek egy csodálatos átváltozásnak. Viszontlátásra! A metamorfózis résztvevői a Sejem Lézer Egészségházban szépülnek. A program tagjait a D-Fitness központban hozzák formába. A műsor együttműködő partnerei a La Casa Fashion és a Top Model cipőbolt. A tökéletes látást a Margoptik garantálja. A műsorvezető frizuráját Marián Szabolcs mesterfodrász készítette. A műsorvezető sminkje Cimbalmos Emőke kozmetikus mestermunkája. A műsorvezető körmeinek ápoltságáról Fodor Tíma, manikűrös, műkörömépítő gondoskodott. A műsor helyszínét a Móricz Zsigmond Színház biztosította.